Már csak néhány mérföld kell a célig. Közép-európai idő szerint délután 2:30-kor járt a táv 90%-ánál Lubics Szilvia a kaliforniai Badwater ultramaratonon. A kanizsai ultrafutó ideje 196 kilométernél 30 óra 35 perc volt. Szilvia 115 kilométeres pontig nagyon jól haladt, azonban az utána következő hosszú emelkedő és a hőség teljesen kikészítette. Azóta érdemben nem tud futni, többször meg kellett állnia pihenni. Ezt az üzenetet tette közzé a kísérőcsapat közép-európai idő szerint ma délelőtt 10 órakor. A világ egyik legnehezebbnek tartott versenyét nem csak az 50 fokos hőség és a 70-80 fokos aszfalt hőmérséklet, hanem a terepviszonyok is nehezítik. A halálvölgyben rendezett ultramaratonon a táv első harmada viszonylag sík, a rajt 85 méteres tengerszint alatti magasságon van. Viszont a vége 2530 méteren, de közben három emelkedőn összesen 4450 méter szintemelkedéssel kell megküzdeniük az indulóknak. Lubics Szilvia várhatóan nem sokkal híradónk után ér be a célba.